Most csatlakozva én is nagy szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit. Itt a 14. alkalommal megrendezésre kerülő Kálvin falu napok rendezvény sorozatán. Sokan meg szokták kérdezni tőlem, hogy miért kell ezt a falu napokat megrendezni, miért kell ezt csinálni, hiszen ezzel rengeteg pénzt költünk el. Ezt a pénzt föl lehetne másra is használni. De én azt mondom erre, hogy igenis nagy szükség van erre. Egy falunapnak hatalmas a közösségépítő szerepe. És ezt be is bizonyították, be is bizonyult itt az elmúlt időszakban, amikor itt az elmúlt hetekben láthattuk a próbák során az idősek, a szülők, a gyermekeknek az izgatott felkészülését és próbálkozásait, hogy minél tökéletesebben és szebben tudják előadni a műveiket, a táncaikat, az énekeket. Pontosan ezért mondom, hogy már ez a feladat, illetve ez a tett is, amit itt a próbák során ők véghez vittek, ez is egy közösségépítés, hiszen nem csak az önkormányzat dolgozói, hanem a szülők is, a nyugdíjasok is, a faluna apraja nagyja részt vett ebben a munkában, kivette részét abban, hogy minél tökéletesebb és szebb előadást tudjon most itt a mai nap folyamán önöknek a lakosság részére előadni. És nagyon fontos megemlíteni emellett mindazt, hogy ez a falunap nem jöhetett volna létre egyébként azon személyek, azon vállalkozások és cégek támogatása nélkül, akik itt a jobbomon és balomon található drapérján helyezkednek el. Köszönjük nekik a támogatásukat. Közülük is szeretném kiemelni a szennyvízberuházás kivitelező cégét, a Penta Kft-t és az ő, illetve az ügyvezető igazgatórat, Nagy Gábor urat, aki segítségével lehetővé vált az este 7 órakor budapesti gyermekszínpad fellépése. Ez elsősorban ugye a gyerekek örömére fog szolgálni. Tehát azt tudom mondani, hogy továbbra is szükség van ezekre a falunapokra. Szükség van arra, hogy ha az időjárás engedi, akkor itt szabadtéren megmutassák ők azt, hogy mire képesek, és szórakoztassák a lakosságot. Én nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgattak, és már csak annyit szeretnék kívánni, hogy mindenkinek nagyon jó szórakozást, és ugyanolyan odaadással figyeljük a műsorokat, a kicsiknek, a nagyoknak, az időseknek a fellépését, mint amilyen odaadással ők készültek föl erre a napra. És ebben szeretném fölkérni Hermann István országgyűlési képviselő urat, hogy tartsa meg köszöntő beszédét. Köszönöm szépen! Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm kedves mindnyájukat. Köszönöm, hogy ebben a nagy, rekkenő hőségben ilyen szép számmal megjelentek ezen a falunapon. Megkülönböztetett figyelemmel köszöntöm polgármester urat, Artner Péter plébános urat, jegyzőasszonyt és mindazokat, akik elfogadták a meghívást a Káli falunapi ünnepségekre. Egy települési önkormányzat életében mindig ünnepnapnak számít egy falunap megrendezése. Különösen igaz ez Kál esetében, hiszen eleink 1761 és 62-ben egy gyönyörű szép templommal örvendeztettek meg bennünket, ami nyugodtan mondhatom, hogy talán a térség legszebb temploma egyike, amelyet Szent Péter és Szent Pál apostolok tiszteletére szenteltek föl. Így aztán a faluna és a búcsú napja szinte egybeesik, és általában búcsú napon az emberek környezetüket szebbé, gazdagabbá, csinosabbá teszik, hiszen vendégeket fogadnak. Ugyanezt tette az önkormányzat is, akkor, amikor gazdag programokkal, kulturális, gasztronómiai sportrendezvényekkel örvendeztette meg a helybéli lakosságot. Szükség van
ebben a rohanó időben egy megállra, amikor megállt parancsolunk magunknak, hogy rég nem látott barátokkal, ismerősökkel, szomszédokkal szót váltsunk, és együtt visszatekintsünk a múltba, mert itt, akik itt élnek, pontosan tudják, hogy a múlt gyökereiből táplálkozik a jövő, és az a nemzet, aki nem ismeri a múltját, annak nem lehet jövőképe. De ugyanakkor bátran álmodozzunk a holnapban, tervezzük együtt a holnapot, mert nagyon sokan talán nem is érzik ennek az ízét. Álmok nélkül, szokták mondani, lehet élni, de higgyék el, nem érdemes. Álmodjuk hát együtt a holnapot, tervezzük együtt közösen a holnapot, és új erőt merítsünk a mai napból, és őszintén remélem, hogy az itt eltöltött idő szép emlékeik között tartsák számon. Tiszta szívemből kívánom, hogy jól érezzék magukat, és további programokhoz pedig jó szórakozást kívánok kedves mindnyájuknak, és köszönöm szépen, hogy meghallgattak.